szeretettel köszöntjük kedves testvéreinket, vendégeinket a délelőtti órában. Ima órán kezdéséhez énekeljük együtt énekeskönyvünk 20-as számú énekét. 20-as számú ének, hála, hála. Mennyi jó atyánk, hálát el szívvel állottunk meg szent színed előtt a déli óra kezdetén is. Megköszönjük te néked szeretetedet, gondviselő kegyelmedet, jóságodat. Összevezéreltél bennünket közelről és távolról ide a te szent házadban. Itt, ahol szeretnénk te véled találkozni és egymással. Megkérünk szépen szent lelked által,
jelenjél meg Te is közöttünk, és fogadjál el bennünket, mint gyermekeidet, áldjál meg minnyájunkat, így, ahogy megállottunk szent színed előtt. Áld meg gyülekezetünknek minden egyes tagját, áld meg kedves vendégeinket, akik eljöttek. Különösképpen imádkozunk a Te szolgádra, akit felhasználsz, szólj az igét számunkra. Imádkozunk azokért, akik szeretnének itt lenni, nem tudnak, mert betegek. Drága Jézusunk, látogass meg őket, szent lelked által is. Vigasztalj meg őket, gyógyítsd őket. Köszönjük szépen, hogy meghallgattál, és áldásosá teszed a szent szabadnapot mindannyiunk számára. A Te szent fiad, az Úr Jézus Krisztus szent nevében kértük mindezeket. Hallgassál meg kegyelmedből. Amen. Kedves testvérek, hálásak lehetünk Istennek ezen a békés ima hétért, midőn naponként Isten adott lelki táplálékot, amit tanulmányozzunk, és magunkévá tudjunk tenni. Imádkozzunk a betegekért, akik szeretnének itt lenni, de nem lehetnek itt velünk. Isten hallgassa meg imájukat, és küldjön áldást az ők részükre is. Úgy, amint szoktuk, a hét folyamán imádkozunk egy családért, a Petrus családért fogunk imádkozni ezen a héten. Ne feledkezzünk meg. Van két könyv, ami Váradi József testvérünktől van. Egyik történetes könyvek, 10 lej az ára, a másik egy verses kötet, ugyan 10 lej. És értékes könyvek ezek, és akit érdekel, Nagy József testvérünknél meg lehet vásárolni. Most figyeljük meg a 10-edért a felolvasást. Jézus tanítványainként el kell ismernünk és meg kell engednünk, hogy ő legyen állandóan az életünk ura, egészen addig, amíg eljön, hogy magával vigyen az ő országában. A Jelenések könyvében egy meghívást találunk Isten részéről, amely segít meglátnunk a vele kötött szövetség fontosságát. A meghívás Jézus szavaiban található, amikor ezt mondja. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Ez a Laodicea gyülekezet tagjaihoz intézett meghívás. Laodicea virágzó város volt, és ez hozzájárult, hogy az önelégültség lelkülete elterjedjen az emberek között. Ez a lelkület a keresztény egyház is megmétejezte, Jézus nélkül mi lelkileg és erkölcsileg halottak vagyunk. Krisztus felöltöztetett az ő dicsőségével és kegyelmével, és gazdaggá tehet lelkileg. Nélküle semmit sem tudunk cselekedni. Jézus hív bennünket, hogy nyissuk meg az ajtót. Ő életünk ajánlatját küszöbén áll, és szól hozzánk. Kész vagy elfogadni ma az ő hívását, amikor ő dicsőített, e felajánlott adományaiddal és a tizeddel? Az adományokat és a tizedet gyűjtsük el. Thank you.
drága Istenünk, végtelenül hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk ezen a szombat reggelen. Hogy dicsőítsük a te nevedet, mert egész héten velünk voltál, de nem csak egész héten, hanem egész évben velünk voltál. Nap mint nap megoldottad a gondjainkat, a problémáinkat, biztosítottad az eledelünket, a ruházatunkat, a munkahelyünket, az egészségünket, az életünket. Most kérlek, fogadd el jó szívvel a tizedet, amit hoztunk, és add, hogy megfelelő helyre jusson, de add, hogy a megmaradt résszel is helyesen sápárkozzunk. Kérlek, törzsd meg a mi szívünket békével és szeretettel, add, hogy mindent, amit cselekszünk, teszünk, a te akaratod szerint legyen. Kérlek, légy az időseinkkel, a fiatalainkkal, az egész gyülekezettel, de főképpen a betegeinkkel, vigasztald és bátorítsd őket. Légy az ige szólóval is, add, hogy amit hallunk, legyen hasznunkra. Köszönjük, hogy meghallgattad imáinkat, áldva legyen a te szent neved most és mindörökre. Ámen.
Megújulás és az íge. Készen állunk-e a munkára? Az újabb imahét kezdetén, melynek témája megújulás és az íge, talán felteszitek a kérdést, hogy még milyen üzenetre van szükségünk a megújulással és ébredéssel kapcsolatosan, amit eddig még nem hallottunk. Lehet, hogy olyan adventisták vagytok, akik megelégednek azzal, ahogyan a dolgok a maguk természetes medrükben haladnak, akiknek az adventista önazonosság csupán a szombat délelőtti kellemes istentiszteletre és egy szokványos, erkölcsös életre korlátozódik. Ha ennyi elégségesnek tűnik, tudnotok kell, hogy nap-nap után egyre jobban elveszítitek a hetednapi adventista önazonosság legfontosabb elemeit. Másfelől a megújulásról való gondolkodás hasznosnak is tűnhet számotokra. A világ eseményeit, a társadalmi és kulturális változásokat tekintve úgy érzitek, hogy minden a szakadék felé halad. Talán vágyakoztok megújulásra, és úgy érzékelitek, hogy az tulajdonképpen nem más, mint a társadalmi alapszabályokhoz, egy már elmúlt időszakhoz való visszatérés, amelyben a dolgok valamelyest rendben zajlottak. A rend és a biztonság azonban nem mindenki számára egyformán vonzó. Lehet, hogy olyan ébredést vártok, amely mindent alapjaiban megrenget. Sokkal több erőt, tevékenységet, sokkal több csodát és az egyház rohamos növekedését szeretnétek látni. És habár mindezek bekövetkezhetnek az ébredés hatására, a lényegét mégsem ezek képezik. Mint egyház és mint egyének szeretnénk különleges tapasztalatokban részesülni a megújulásról való tanulmányozás során. És ha jó kezdetnek is tűnhet egy felemelő tapasztalat, az igazi ébredés sokkal több, mint egy hétnek a tapasztalata. Sőt, sokkal több, mint a már sokat hangzott új kezdet fogalma. A megújulás azt jelenti, hogy az ösvényen vissza kell menni a kezdet kezdetéhez. Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Az igazi ébredés lényege. A megújulás sokkal többet jelent a gyökerekhez, vagy az alapokhoz való visszatérésnél, vagy annál a vágynál, hogy megváltoztassunk egy adott állapotot. Többet jelent az erő és a befolyás birtoklásánál is. Az ébredés azt jelenti, hogy megújult erővel Jézusra összpontosítsunk. Jézus Krisztus által történt meg a teremtés, és csak Jézus Krisztus által születhet meg ez az újjáteremtés, a megújulás is. Az Úr Jézus Krisztusnak kell mindent ébredés központjában állnia. Van-e egyáltalán szükség ilyen ébredésre? Még mindig ezen a földön vagyunk. Jézus még nem jött el, hogy hazavigyen bennünket. Még nem éltük át az ígéret megtapasztalását, miszerint kitöltetik a Szentlélek, és felruház mindazzal, amire szükségünk van a hármas angyali üzenet hirdetéséhez, hogy az eljusson minden nemzetséghez, ágazathoz, nyelvhez és néphez. Az egyháznak szüksége van erre az ébredésre, de addig nem fog bekövetkezni közösségi szinten, amíg előbb személyes tapasztalattá nem válik az életünkben. Szükség van-e a személyes ébredésre? Ezt mindenki egyszerűen letesztelheti azzal, hogy felteszi önmagának a következő kérdést. Kié a szívünk? Kivel foglalkoznak gondolataink? Kiről és miről beszélünk legszívesebben? Kié leghőbb érzelmünk és erőnk legjava? Ha Krisztuséi vagyunk, ő teljesen betölti gondolatainkat. Hozzá kötnek legbensőségesebb érzelmeink. Akkor mindenünket,
amik vagyunk és amivel bírunk, neki szenteljük. Vágyunk hozzá hasonlóvá válni, óhajtjuk lelkének jelenlétét, vágyunk akaratát teljesíteni és mindenben neki tetsző életet élni. Istennel való kapcsolatunk megújítása. A megújulás érdekében Jézussal való kapcsolatunkra kell összpontosítsunk. Ha megértjük, hogy kegyelem által nyerünk üdvösséget, hogy teljes mértékben a mindenható Istentől függünk, és az ő adósai vagyunk, hiszen nem csupán megteremtett, hanem meg is váltott, akkor megnyilvánulásunk nem lesz törvényeskedő, sem gépies. Hálából fakadó odaszentelődésünk Szentlélekkel betöltött, folyamatosan fejlődő keresztény életet és bizonyságtevést fog eredményezni. Mindannyiunknak meg kell értenünk, hogy éppen hol tartunk a történelemben és a Jézus Krisztus közeli eljövetelével kapcsolatos események sorrendjében. Emlékeznünk kell arra, hogy körülöttünk és néha még bennünk is dúl a nagy küzdelem, és az ördög próbálja megrontani lelki életünket, kapcsolatunkat Krisztussal, hogy megakadályozza a Jelenések 14. fejezetében említett hangos kiáltás hirdetését. Amit tudunk, másoknak is el kell mondanunk. A megújulás, amelyre szükségünk van, nem érzelmi megnyilvánulásokra és nem csodákra épül. Szeretnénk jobban megismerni Jézust, hogy még hatékonyabban hirdethessük őt az embereknek. A Szentlélek erejére és késztetésére van szükségünk, hogy az evangelizálás munkáját elvégezhessük. Arra van szükségünk, hogy Jézus minket is betöltsön Szentlélekkel, mint ahogy a megtette pünköstkor, az ígéret beteljesedésére váró tanítványaival is. Talán sehol sem érezhető ennyire ez a szükség, mint amikor tudatosul bennünk a kihívás, amelyet a nagyvárosokban végzendő evangelizációs munka jelent. A világ több mint fele városon él, ennek ellenére sok városban csak egy kis előőrsünk van. Ha Zakariás próféta szavaira gondolunk, megérthetjük, hogy nagy küldetésünk nem erővel, sem hatalommal fog megvalósulni, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek Ura. Hogyan érhetünk el jó eredményeket? Hogyan lehetünk valóban hatékonyak? Bizonyára új tervekre, új stratégiákra, ám elsősorban Isten szavának csodatevő és teremtő erejére van szükségünk, amely kezdetben mindent létrehozott. Álljunk Isten rendelkezésére, legyünk Krisztus eszközei, melyek győzelmét és közeli eljövetelét hirdetik minden nemzetnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Hogyan tapasztalhatunk fejlődést? Ahhoz, hogy bizonyságtevésünk hatékonyabb, meggyőzőbb legyen, szükséges mélyebben megismernünk az üdvözítőt. Ezért személyes kapcsolatban kell lennünk vele, és mindinkább fejlődnünk kell a vele való járásunkban. Krisztus elfogadása nem egy olyan tapasztalat, amelyet csak egyszer élünk át az életben. Ez a folyamatos növekedés tapasztalata. Pállal együtt készek kell lennünk naponta meghalni az énnek. A Krisztussal való kapcsolat ápolása nem újdonság számunkra, de mivel nem sikerül meglátnunk őt, gyakran tanástalanok vagyunk és nem tudjuk, hogyan ápolhatnánk még jobban ezt a kapcsolatot. A jó kapcsolat alapja a kommunikáció, a közlés. Az ima megnyitja a szívünket és közelebb visz Jézushoz. Szeretnénk jobban megismerni Jézust, hogy még hatékonyabban hirdethessük őt az embereknek. Ha kérjük, akkor Isten ledönti azokat a falakat, amelyek meggátolnak abban, hogy közelebbi, szoros kapcsolatba kerüljünk Jézussal. Ha több időt töltünk imában Jézus Krisztussal, akkor a Szentlélek összetöri bennünk a büszkeséget, a keserűséget és az anyagiasságot.
Mivel nagyon zsúfolt az életünk, és annyi mindenre kell figyelnünk, igazi kihívást jelent magas hőfokon tartani a Jézus iránti szeretetünket. Folyamatosan időt kell szakítanunk arra, hogy meghalljuk, amit Isten mond. Bár Isten szól hozzánk, gondviselése és a Szentlélek gondolatainkban megnyilvánuló késztetései által, mégis Isten igéje jelenti azt az eszközt, amely által a legtisztábban megszólít minket. Amikor időt szakítunk az ige tanulmányozására, kérjük a Szentlélek jelenlétét imában, hogy távolítson el minden akadályt, amely elválaszthat bennünket Istentől. Mint hetednapi adventisták, csodálatos örökség részesei vagyunk. Isten az egyik legnagyobb ajándékot adta népe maradékának, a prófétaság lelkét. Ellen White szavai szerint a prófétaság lelke egy kis fény, amely a nagyobb fényhez vezet. Tanulmányozzuk az Úr szolgáló lányának tanácsait. Ezek vezessenek még közelebb Jézus páratlan szépségéhez, és bátorítsanak még buzgóbban, még mélyebben tanulmányozni az ő ígéjét. Lelki szemeinket a Szentléleknek kell megnyitnia. Annyira mélyen kell horgonyoznunk a megváltóban, annyira kell ismernünk hangját az ígéből, hogy képesek legyünk hitáltal élni a föld történelmének legsötétebb órájában. A Jézusban levő igazság. Mivel a föld történelmének valóban kivételes korszakában élünk, különösen fontos megértenünk, hogyan mutat minden hitelvünk Jézus Krisztusra. Nem sokára tanúi lehetünk a végidő eseményeinek. Krisztus hamarosan visszatér, hogy sátánt végérvényesen megbüntesse. Jézus Krisztus kifolyt vérének, golgotai áldozatának és a mennyei templomban végzett szolgálatának az a célja, hogy te és én megbékéljünk Istennel, bűneink megvallása és a megváltó elfogadása által, és Krisztus mindent átfogó munkája folytán örök életet nyerjünk. Nem kell félnünk az ítélettől, ha ismerjük a bárányt, ha ismerjük a nagy főpapot, az eljövendő királyt. Az eljövendő király. Ismernünk kell a szemünk előtt a közeljövőben bekövetkező események sorrendjét. Amikor Jézus Krisztus visszajön, minden szem meglátja őt. Ez a mi várva várt boldog reménységünk, amely hitem szerint hamarosan be fog következni. Még a jelenben is látjuk, hogy körülöttünk minden inog. Máté evangéliumának 24. fejezete leírja az Úr eljövetelének jeleit. A gazdasági válság, a politikai bizonytalanság, a súlyos betegségek, a társadalmi és erkölcsi hanyatlás mind olyan jelek, amelyek a szemünk látára teljesednek. Ökuméniai mozgalmak szervezet működését láthatjuk, amelyek célja, hogy egységes vallási rendszert valósítsanak meg, amelyel gátat vethetnek az igaz Isten imádatnak és a szombatünneplésnek. Ezzel tulajdonképpen meg akarják szüntetni a vallásszabadságot, hogy végső soron bevezessék a hamis imádatot. Amikor Jézus visszajön, lábai nem érintik majd a földet, hanem mi elragadtatunk az Úr elébe, a levegőbe. Az Úr dicsőséges eljövetele előtt sátán megpróbálja elhitetni, ha lehet, még a választottakat is. A világosság angyalaként jelenik meg majd, és Krisztus képében mutatkozik. Akkor majd hogyan fogunk különbséget tenni a Krisztus személyét mesterien utánzó csaló és Jézus Krisztus között? Gondoljatok csak arra, hogy az egész sajtó és a média arról fog beszámolni a hírekben, hogy eljött az igazi Krisztus, és képekben fogják közölni ennek a megtévesztő eseménynek a valóságát. Sátán megjelenik angyalai kíséretében, Istennek kiáltja ki magát és csodákat tesz, hogyha lehet, még a választottakat is megtévessze. Azokban a napokban nem szabad az érzelmeinkre hanyatkoznunk. Lelki szemeinket a Szentléleknek kell megnyitnia. Annyira mélyen kell horgonyoznunk a megváltóban,
Annyira kell ismernünk hangját az igéből, hogy képesek legyünk hitáltal élni a Föld történelmének legsötétebb órájában. Közel a cél. Azok közé tartozom, akik hiszik, hogy Isten végidőre vonatkozó terve a munka befejezésével kapcsolatosan nem sokára beteljesül. Bízom abban, hogyha törekszünk még jobban megismerni Jézust, Isten bensőségesen kitölti ránk szent lelkét, bőségesen kitölti ránk szent lelkét, és eszközként használ fel bennünket az ige hirdetésében, hogy az Úr dicsőségének ismeretével beteljék a föld, amiképpen a folyamok megtöltik a tengert. Isten munkája a végéhez közeledik ezen a földön. Jézus Krisztus legyőzhetetlen szabadítóként jön el, mint királyok királya, uraknak ura, hogy hazavigye gyermekeit. Most pedig boruljunk le, és minél többen, minél rövidebben imádkozzunk.
Kedves testvérek, záróénekként énekeljük együtt Íme Uránk befejezéséhez a 299-es számú éneket. 299. Istenünk, köszönjük neked ezt az újabb imahetet. Köszönjük, hogy velünk voltál ezen elmúlt évben is. Megsegítettél minket mindenben, amiben kértünk téged. Köszönjük neked az üzenetet, amit most küldtél számunkra. Te ad, Uram, hogy készen tudnánk állni a munkára. Te ad, hogy bennünk is megtörténjen ez a megújulás az ige által. Kérlek, te vezesd a mi életünket a te szent lelked által, hogy más embereket is hozzá tudnánk vonzani. Te légy most velünk ezen szent szombatnap további részében is. Te áld meg ezt számunkra, és te add, hogy teljes mértékben neked tudnánk szentelni az életünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.
kedves testvérek! Mint ahogy máskor is szoktuk, nem tudom most mennyire fog sikerülni, hogy fog sikerülni az imaláncot elkezdeni. A tavaly, ahogy gyakoroltuk óránként, hogy ki vállalná, most is megpróbáljuk. Mostantól kezdve, ha bár az este nem volt megkezdve, de most megpróbáljuk. Megkezdjük, és akik esetleg vállalnának, hogyha jelentkeznek, akkor szívesen fogadjuk. Van, akiért imádkozunk, van, akikért imádkozunk. Szükség mindenkor az erő, a bátorítás Istennek házában, és úgy a családokban, mint a tagok között. Most megpróbáljuk egy órától kezdve az imaláncot, az imatüzet megkezdeni. Egy esetleg kivállalna, és mennyi időre, egy napra, egy órát, vagy egy héten, egy órát, esetleg egy órától kivállalna, máma. Bíró néni. A hét folyamán, vagy pedig len? Egész héten? Vagy pedig csak máma. Jó. Jó. Két órától? Egész héten vállalod? Három órától. Itten testvérnő. Négy órától. Öt órától. Ja, igaz. Öt órától van Isten tisztelet, akkor hat órától. Csak. Hat órától? Nagy. Jó. Jó. Hét órától. Egész héten? 8 órától? Bíró. Bíró Juliánnal. 8 órától. Ki jelentkezett még? Hodos Piri? Márton én is. Egész hétre? Kilenc órától? Egész hétre? Tíztől. Tíz órától? Gábor. Gábor. Jóska Pécső. Gábor. Ez a... Jó. Egész héten? Vagy most? Ma is olyan. Jó. Tizenegytől tizenkettőig. Bírónő. Bíró Icen. Egész héten? Jó. Éjjel. Egy órától. Tizenkettőtől egyig. Anikó. Egytől kettőig. Kettőtől három.
kettőtől háromig. Háromtól négyig, egész héten, vagy ma, éjjel, egész héten. Háromtól négyig. Négytől ötig, akkor. Jó. Öttől hatig. Egész héten. Hattól hétig. Egész héten. Héttől nyolcig. Igen. Reggel 7 és 8 között. Egész héten? Igen. 8-tól 9-ig. Egész héten? 9-től 10-ig. Kilenctől tízig délelőtt. Tíztől tizenegyig. Tizenegytől tizenkettőig. És 12-től 1-ig. Ezt majd délután. Majd délután folytatjuk, folytatjuk tovább. Ezeket írtam, hogy egész. Nem tudom, nem is. Nem is forszoltam. Svenger hét. Majd megnézzük meg. Az úr áldása békén legyen velünk a déli órában is. Délután 5 órakor szeretettel várunk mindenkit. Úr áldása és békén legyen velünk.